200 éve, 1820. október 1-én született Báró Molinári Antal, táborszernagy, a császári hadsereg tisztje, a lombard-velencei utász-hidász csapatok vezetője, majd tábornoki rangban az ankónai erőd parancsnoka. 1867-től a kecskeméti 38-as számú császári és királyi közös gyalogezred ezred tulajdonosa, 1870-től a zágrábi, később a brünni és a lemberi hadtest parancsnoka is volt. A Molinári ezredet a kiegyezés évében helyezték a híres városban. Részt vettek Bosznia-Hercegovina megszállásában, harcoltak az első világháborúban. Sok szülő, feleség, gyerek, özvegy árva emlegette, olykor büszkén, többször sírva, férje, édesapja fehérgombos, kékzubbonyos, fekete hajtókás egyenruhájú ezredét. Az első világháborúban hősi halált halt, Molinári Bakák emlékművét 1943-ban avatták fel. Az ünnepségen a kecskeméti 38-as császári és királyi közös gyalogezredről előbb Galántai Glock Tivadar, nyugalmazott vezérőr nagy mondott méltató szavakat, majd Kisfaludi Stróp Zsigmond alkotását, vitéz Hennyei Ágoston altábon nagy avatta fel, és Niszka Béla polgármester vette át. Ezt követően koszorúkat helyeztek el az emlékműnél, azután a volt Molinári Bakák díszmenetét láthatták a megjelentek.